szerintem sose elveszekedtünk, nem? A gyerekkorban nem nyilván, volt. De... Hát olyan durvaságok nem voltak. Az olimpiai kerettag Laluska Balázs és kis húga, a szintén sikeres pályát befutott Laluska Eszter mindig is megértő testvérek voltak, rendkívül közel álltak egymáshoz. Visszagondolok akkor gyerekkorunkra, én azt mondom, hogy nagyon jó testvérek voltunk, mert az Esztit belevettem minden játékba, hát néha kicsit túlzásba vittem a dolgokat, és volt egy kis csintevés is benne, de hát most visszalátok mindent az én gyerekeimről, úgyhogy próbálom ezt jól kezelni. A labda mindig főszerepet játszott a Laluska testvérek életében, ezért a derbi soha nem állt meg. Otthon mindent levertünk a falról. Hát, ne is menjünk messzebb, akkor ugye itt meg itt a sárgán, igen. Itt aztán egyfolytában volt, egy régen másztottam itt a kerítés mellett, és azt is bemondtuk kapunak, úgyhogy így ment a 3-3 ellen. Általában fociztunk, mert azt akartátok ti nagyok. Hát mit lehetett volna itt csinálni? Vízilabdázni. A nagyok focizni akartak, a kicsik, hát mégis mi is, csak a sírás lett a vége. Néha fenyegetőzésbe ment át az egész, igen, úgyhogy. Igen. Akkor mentünk el bújócskázni, hogyha fociztak előtte 3 órát velünk, és akkor volt egy 10 percük utána. A labda pedig pattog tovább, hiszen Balázs nagyfia rendszeresen izgul édesapjáért a pálya szélén, így bátran fogadnánk arra, hogy a kis Bence a jövőben a magyar kézilabda kiemelkedő játékosává válik majd. Most megy iskolába, és gondolkodunk rajta, hogy beiratjuk majd szeptembertől, mert már nagyon ki van éhezve, úgy látom arra, hogy egyáltalán társaságba járjon, úgy abban ugye az óvoda mellett, vagy most már az iskola mellett is, és az, hogy azért labda is legyen ott abban a társaságban. És mi leszel, ha nagy leszel, Bence? Kézilabdás. Legyen egy kicsivel jobb tanuló, mint én, majd arra figyelünk, de az e-sport az maradhat, hogyha neki is tetszik. És ki a kedvenc kézilabdásod? Laluska Balázs. Balázs felesége igen szerencsés lehet, hiszen úgy tűnik férje kétszer állt sorba, amikor a hűség erényeit osztogatták. Lehet, hogy én vagyok a világon az egyetlen férfi, aki nem látja a női rajongókat. Tehát én mindig mondják, hogy jó, hát ott voltak mellettem, én nem láttam semmit. Tehát azt mondom, hogy vagy most ez egy jó elhárítás, de tényleg, tehát féltékenység az nincs közöttünk emiatt. Igen nagy dolog a Laluska família életében, ha nagy ritkán végre össze tudnak jönni a Tiszaparti nyaralóban. Ilyenkor nagyon tudnak örülni egymásnak. Megy a nagy főzőcskézés, megy a sörözés, megy a labdázás. Régen volt még egy pingpongasztalunk, és akkor ott volt a forgózás, úgyhogy itt a legnagyobb nyugodtság megy, és ugyanakkor az a visszafogott bulizás. És most következzen egy exkluzív leleplezés Eszter jó voltából. Meg amikor én csináltam tőle valami rosszat, akkor én mindig próbáltam lekenyerezni utána, igen. Hogy nem volt. Hát utána éreztem, nem is fáj annyira. Nem fáj annyira, meg szükségem van a további kapcsolatra. Nem látszik, úgy, tudod, nem ez látszik. Volt. Nem kép. Na de olyan is volt egyszer. Nem dagad be. Ugye hallottunk már arról, hogy az élet gyakran ismétli önmagát. Igen. De most visszakapja el a gyerekektől, és akkor én is, amikor néha ugye látom ezt, hogy ugyanazt csinálja a nagyfiú a kislányjal. Hát én a kislány mellé állok mindig. A Laluska dinasztia következő generációja igen szerencsésnek mondhatja magát, hiszen követendő példát kap testvéri szeretetről, Eszter és Balázs jó voltából. Szerintem jól megértjük egymást. Hát úgy néz ki, vagy csak a tévének.